Általánosságban elmondható, hogy Tolnaváros úthálózata elöregedett. Amikor az volt a cél, hogy ne legyenek poros utcák a városban, a technológiai követelmények betartása másodrendű kérdésé vált, és ennek évek alatt meglettek a negatív következményei. Bár az önkormányzat évről évre jelentős forrásokat fordít a korszerűsítésre, a probléma mérete nagyobb, mint amennyire a pénzügyi lehetőségek engednek. Így aztán állandóan van olyan területe a városnak, ahol gondok jelentkeznek. A karbantartásért felelős Telena Kft. Erejéből jószerivel a baleset veszélyek elhárítására futja. A Telena Kft. Kapott egy az önkormányzattól megbízást 3 utcának a felújítására. Ezek a Mözsi 3 talán az egyik legrosszabb út szakaszoknak a felújítását foglalja magába. Az első szakasz itt a Babics utca, Erkel Ferenc Radnóti Mihály utca közötti szakasza, ami aszfaltozásra kerül, rézsüzés lesz, patkázás. A Petőfi Sándor utca, illetve az Alkotmány utcának a Széchenyi utca és a Béri Balog Ádám utca közti szakasza kerül felújításra. Még idén várhatóan december 15-éig megkezdik, illetve befejezik ezeket a munkálatokat. Az Erkel Ferenc utcába a Telena Kft. Rendelt egy kisebb útszakasznak a felújítását, mert rendkívül rossz minőségű volt, megsüllyedt, illetve folyamatban vannak kátyúzások. Sajnos ide nem jutott forrás a teljes utca, a teljes felújítására. Itt még vissza vannak megkezdett szakaszok, ahol még nincs befejezve a kátyúzás, illetve félútpályán leaszfaltozták egy rövid szakaszt, a legrosszabb részt. A munkák eredményéről fotók készültek, és az itt lakók értetlenül álltak a megoldás előtt. A kivitelezők, az aszfaltozó kapacitásuk meglehetősen szűk, ezért csak itt félig oldották meg ennek a kis két rövid szakasznak az aszfaltozását, vissza fognak jönni és be fogják fejezni a másik felét is. Tehát gyakorlatilag ez nem, sajnos nem teljes utcafelújítás, ezek csak kis szakaszoknak a megújítását jelenti, és még idén be fogják fejezni ezeket a rövid szakaszoknak a pótlását, illetve a patkarendezését mi magunk végezzük a Telena Kft-től. Mivel hogy a teljes utcára nem volt forrás, hogy a teljes utca megújuljon, ezért kénytelenek vagyunk ilyen, hát gyakorlatilag ilyen toldozás-foldozással, de legalább valamennyire a nagyobb kátyukat megszüntetni, illetve javítani. Forrásaink, illetve az önkormányzati források csak erre elegendőek per pillanat. Folyamatban van és tervezik, úgy tudom, a folyamatos többi utcának is a megújítását. Általában azért van, hol sok utcát meg kellene újítani. Tervek alatt vannak, új utak létesítése is. Per pillanat a Telena Kft. Ezeknek a megrendelését kapta az önkormányzattól, azokat végezzük. Egy durván 300 méteres utcaszakasz teljes felújítása megközelítően 15 millió forintba kerül. A költségvetésben a kártyúzásra, az utak karbantartására összesen 20 millió forint áll rendelkezésre. Ebből kéne az összes utca patkázását, kátyúzását megoldani. Több utcába elkezdtük már, illetve folyamatban van most is például a Lócz Károly utcának a patkázása, a Kazinci utcát csináltuk, a Bölcsöde mögött volt egy Zsák utca rész, az lett felújítva, és hát mentek a Festetics utcába, illetve még hát folyamatosan minden utcába elég nagy rohamléptekkel próbálunk minél több utcán végigmenni, de hát a mi kapacitásaink is végesek, tehát itt több éves lemaradás van, azt azért nem tudjuk ilyen hip-hop gyakorlatilag megoldani az összes utcának a rendbetételét, de törekszünk rá, hogy lehetőleg minél jobb minőségben megoldjuk ezeket. Majd 10 éves lemaradásban vagyunk a korszerűsítésben, mondja Bauer József. Évek mentek el úgy, hogy igazán semmi sem történt ezen a területen, és most már ez megbosszulja magát. A Kft. Felmérései alapján megközelítően 2 kilométernyi járdaszakasz vár megújításra, amit folyamatosan végeznek. Az Erkel utcai félig kész betonozás, tehát már nem kell sokáig nézniük az itt lakóknak, hamarosan a másik felére is aszfaltréteg kerül.